Az erdők és az élővizek védelmére, valamint a miskolci kerékpárutak használatára hívta fel a figyelmet Barta György önkormányzati képviselő keddi sajtótájékoztatóján. Azt kérte a miskolciaktól, hogy használják ki azokat a lehetőségeket, amelyeket a város környezetvédelmi beruházásként megteremtett számukra. Kerékpáron érkezett a sajtótájékoztatóra Barta György önkormányzati képviselő. Azt a júliusban átadott erdei bicikliutat választotta, amely Mexikó völgyet a Komlóstetőn található Vörösbérc utcával köti össze. Ma szeptember 26-án van a Tiszta Erdők napja. Ezt nagyon kevesen szokták számon tartani, de nekünk miskolciaknak ez fontosnak kell lenni, mivel Miskolcnak a jó része a Bükk ölébe fekszik. Magam is nagyon sokat szoktam azért tenni, hogy nem csak az erdők, hanem az élővizek is tiszták legyenek. A képviselő említette azt a márciusi takarítást is, amikor 150 önkéntes tisztította meg a Szimbád teljes hosszában. A mögötte lévő beruházásról pedig azt mondta, hogy 203 méter hosszon megerősített pályaszerkezettel és több mint egy kilométer hosszban normál pályaszerkezettel készült a kerékpárút. Én ezt szerettem kérni a miskolciaktól, hogy használják a kerékpárutakat. Használják azokat a lehetőségeket, amit Miskolc városa ebben a ciklusban környezetvédelmi beruházásként megteremtett, valamint vigyázzunk az erdőinkre, és nem csak az erdőinkre, hanem a folyóvizeinkre is. A város a kerékpárutak fejlesztésének kettes ütemére több mint 180 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapott. Jelenleg folyamatban van a Miskolc-Máji kerékpárút összekötő szakasz építése, amely 2 kilométer hosszúságú, 3 méter széles lesz, és várhatóan október végére elkészül.